A Magyar Turisztikai Ünnökségnél már sok éves hagyománya van a környezet versenyeknek. 2020-ban a megszokottól eltérően nem településeknek és önkormányzatoknak szól a felhívás, hanem magánszemélyeknek. Egy online regisztráció után elektronikus úton lehet feltölteni a saját készítésű fotókat a pályázat.virágosmagyarország.hu oldalra olyan fotók vehetnek részt a pályázaton, amelyek 2020. május 15-e után készültek, és kerti, balkonkerti kompozíciókat mutatnak be dísz- és fűszernövényeken, zöldségeken keresztül. A maximum 400 karakteres leírással két kategóriában lehet pályázni, a legvirágosabb balkon és a legvirágosabb előkert címért. Egy pályázó maximum 6 fotót küldhet be. A hat tagú szakmai zsűri kategóriánként három fődíjat oszt ki, amelyek díjazása egyenként 150 ezer forint értékű kertészeti utalvány. Ezen kívül 7 hét tematikus díjat is odaítélnek 100 ezer forint értékű utalvány formájában. 50-50 pályázatot közönségszavazásra is bocsátanak. A zsűri tagja többek között Borbás Marcsi, a Virágos Magyarország verseny fővédnöke és Magyarország kertésze Bálint Gyuri bácsi is. A pályázatra a nyíregyháziak és a megye hobbi kertészei is jelentkezhetnek július 1 -jéig. A virágos balkonok, virágos kertek eredményhirdetése augusztusban várható. További részletek a pályázat.virágosmagyarország.hu oldalon.